Amikor császári koronázást, esküvőt, nemesi javatást tartottak, illetve nagyszabású katonai hadjáratra indultak, az államférfiak teljes számban összegyűltek a téren, és letérdeltek a feudális császár előtt. Ezek voltak a tiltott város legmonumentálisabb jelenetei. A Peking város tengelyének közepén fekvő tiltott város Kína legfelsőbb hatalmi központja volt évszázadokon át. Körülbelül 600 éven át 24 Ming és Qing kori császár ebből a palota óriásból uralkodott az egész ország fölött. Ma a város kapuja nyitva áll a világ minden turistája előtt. Általában két részre oszlik a palota múzeum. A külső résznek a három nagy pavilon a központja. A császár ide hívatta a minisztereit, és a jelentős eseményeket itt rendezték. A belső udvar közepén fekvő három fő pavilon jelentette a birodalom politikai központját, ugyanis ezekben a napi kormányzati ügyekkel foglalkozott a császár, és itt élt a császárnéval. A bal és jobb oldalon szimmetrikusan keleti és nyugati 6-6 helyiség található, ezekben a császár ágyasai és fiatal gyerekei laktak. A külső és a belső udvar különböző célúak voltak, és eltérő az épületeik stílusa is. A külső udvar monumentálisnak néz ki, ami a császár méltóság teljességét jelképezte. A belső rész pedig különböző kisebb udvarokból tevődik össze, ami élettel teli hangulatot áraszt. A világ legnagyobb méretű és legjobb állapotban megőrzött faszerkezetű palota komplexumának minősül a tiltott város, vagyis a téli palota.